Sziasztok! Székely Sándor vagyok, és 2011-ben azért kezdtem el politizálni, hogy megbuktassuk Orbán Viktort, és azt az kialakulóban lévő rendszerét. Ezt nem csak megbuktatni, hanem épülni egy normálisabb országot. Elképesztő mennyiségű tüntetést csináltunk. Most is újra egy tüntetésen vagyunk. Nem hallom a hangotokat, dühösek vagytok még? Nem hallok semmi, dühösek vagytok még? Nagyon helyes, nagyon nagy szükség lesz a dühötökre. El fog tartani még egy kicsit ez a dolog, de végig fogunk rajta menni. Van pár jó hír azért. Vidékről felhozták a rendőröket, kedves hölgyeim és uraim. Szabolcsból és Salgótarjánból elképesztő sok rendőrt hoztak föl. Feladták a vidéki városokat már. Szervusztok! 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 És jó, hogy felhozták, már nem fogjuk abba hagyni. Tüntetni fogunk továbbra is. Ma, holnap, pénteken a kérfarkúékkal tüntetni fogunk január 2-án, tüntetni fogunk addig, ameddig ezt a kormányt végre el nem küldjük oda, ahová való. Nyilvánvalóan együtt, közösen együttműködve az ellenzékkel parlamenten belül és parlamenten kívül. Remélem, hogy nem sokára kijönnek innen a székházból a többiek, és folytatni fogjuk ezt a tüntetést is. Itt fogunk maradni, ameddig csak kell, ameddig lehet ma, és olyan vissza fogunk térni az utcákra, és majd a parlamentbe is, és nem fogjuk hagyni, hogy úgy olyan törvényeket hozzanak, amiket akarnak, és nem fogjuk, hogy azt csináljanak velünk, amit akarnak, mert most már tényleg elég volt. Nem fogunk nekik dolgozni 13 és 14 hónapot, úgyhogy nem fizetnek ki, és nem fogjuk hagyni, hogy olyan bíróságokat hozzanak létre, amiket olyan döntéseket hoznak, amik nyilvánvalóan törvényellenesek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.